Polgármesterek, valamint civil és egyházi szervezetek képviselői lepték el hétfő délelőtt a megyeháza dísztermét. A jelenlévők a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázati lehetőségeiről és az igénylések követelményeiről kaptak tájékoztatást. Az eseményen a területért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a program kerete nagyságrendileg 600 milliárd forinttal nagyobb, mint a 2014-ben elindult TOP forrás alapja. Ezeket a forrásokat Magyarország kormánya biztosítja, tehát jelenleg 1800 milliárd forint az az összeg, amelyet a Magyarország kormánya döntése értelmében a településeken keresztül juttatunk el a gazdaságba, és ezért mindenféle olyan fejlesztés megvalósulhat, amely az elmúlt időszakban is lehetősége volt a településeknek, és néhány új terület is beérkezik. A forrásokat majd a későbbiekben tudjuk Európai Uniósítani, amikor az Európai Unió is utoléri a hazai tempót. Az elmúlt 7 évben számos külterületi út, kerékpárút, közintézmény, iskola, óvoda és bölcsőde újult meg vagy épült fel topos forrásból a megyében. Ezekre az újabb Európai Uniós fejlesztési ciklusban is pályázhatnak az önkormányzatok. A jövőben továbbá már olyan beruházás is megvalósítható, amire korábban csak hazai pályázatok kínáltak segítséget. Számos támogatási elemet tartalmaz, turisztikai fejlesztésektől az infrastruktúrális fejlesztésekig. Új eleme például ennek a fejlesztési csomagnak az, hogy belterületi útra is lehet pályázni önkormányzatoknál topos fejlesztésben. De hát a korábban már jól megismert és a kollégáltal jól belakott pályázati programok indulnak, hasonló néven is egyébként. Látszik, hogy nagyon nagy fokú az érdeklődés az önkormányzatok polgármester kollégák részéről. A TOP Plusz első felhívásai már októberben megjelentek. Ezekről az érdekeltek a pályázat.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.